és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Majd két hétig a környező települések lakóival együtt 10-15
13 ezer ember élelmezéséről és azok lovainak ellátásáról gondoskodott. A lakosságnak el kellett viselni a zsoltból élő, zsákmányoláshoz szokott, seregét csak most szerveződő, nagyon sokféle összetételű, nehezen kezelhető emberek jelenlétét. Büszkék lehetünk a korabeli tiszalökiekre, hiszen támogatást nyújtottak egy olyan hadsereg létrehozásához, melynek sikeres arcai a magyar történelem dicsőlapjai kerültek. Tiszalök ebben az időszakban már fontos kereskedelmi és kulturális központ volt, ide érkeztek Bocskaihoz az erdélyi országgyűlés és a török szultán követei, de Tiszalökön találkozott Bocskai Kassai város küldöttségével, akik hűségükről biztosították. Innen indultak hadai a szebességbe, a felvidéki várak hűroltatására és Szatmár várának körbezárására. Az 1606-ban megkötött bécsi béke elismerte Erdély és a részek önállóságát. Hosszas alkudozások után a fejedelem közbenjárására Bécs a nemeseknek, a városoknak és a végvárak katonáinak az egész területén megengedte, hogy tetszésük szerinti vallást kövessenek. Bocska István ezzel hosszú időre biztosította nem csak Erdély függetlenségét, hanem az összes magyar protestáns vallás szabadságát. Bocska István Erdély fejedelemnek köszönhetően hazánk ekkor a modern Európa kötelékébe tartozott. Az a bizonyos bécsi béke mondta ki először Európában, hogy szabad vallást gyakorlatilag. A diadalt jelentő megegyezést a fejedelem csak egy fél évvel élte túl, 1606. december 29-én Kassán meghalt. Öröksége végrendelete szerint jó időre Erdély függetlenségét és a magyarországi protestantizmus megerősödésének lehetőségét jelentette. Tiszalök város büszke lehet arra, hogy a település a 17. század elején támogatója és része lehetett országos mozgalomnak. Köszönöm a tiszteletet! Folytassuk tovább éneklésünket a 89. Zsoltár második versétől az 5. versig. Az egyek hirdetik sok csodálatodat. Thank you.
amely tud neked újjongani, amely ország világosságában járhat, Uram. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön onnan felülről, ahonnan száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Péter első leveléből, a 4. rész, 7. versétől a 11. versig. Isten igéjét a gyülekezet figyelme, szívvel és lélekkel leülve hallgassa. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszerető, zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékokat kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzik. Hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. A mindenható Isten tegye szívünkben áldottá az ő igéit, gyertek ezért imádkozunk. Mennyei édesatyán, azt hallottuk, hogy boldog az a nemzet, amely neked örvend lesz. És bevalljuk neked, hogy mi boldogak akarunk lenni. És látjuk azt, hogy a statisztikákból, hogy nem az a nemzet boldog, akinek feltétlenül, akinek mindene megvan, hogy nem csak az anyagi javak a boldogságunk forrásai. Kutasd meg nekünk, mitől leszünk boldogok. Mint nép, mint városka, mint gyülekezet, mint család, mint ember. Taníts bennünket a te utadra. Amen. Készüljünk Isten igényének további hallgatására 263. énekkel. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igényre. Mellett a magyarok Mózesének nevezték el Bocskai Istvánt is.
Nagy tetteiért felajánlották neki az ország koronáját, de ő nem arra vágyott. Jó református ember volt. Istentől kért és kapott bölcsességet. A reformáció elkötelezett életén segítette az egyházát. Úgy szoktuk mondani, van mire nézni. Tiszalöki kötődése és református hite is méltó arra, hogy mi róla minden esztendőben, ebben a körben is megemlékezzünk. Egykor ez az Isten tisztelet, ami Bocskai ünnepségünk, nagyon nagy embereknek a találkozása volt. A Bocskai Szövetség többször is itt adta át díját, például Rudinák Alajosnak, akit mondjuk az én nemzedékem ismert a egykori bírósorokból. Az utóbbi években csak mi vagyunk, a város népe itt együtt. És belegondoltam, milyen nagyszerű lehetőség, hogy magunk között keressük meg a nagyokat. Akik még kicsinek, de már megmutattak valamit abból, hogyan kell az embernek sáfárkodni azzal, amit kapott. Abban a helyzetben, amiben van. Szeretettel gyönyörködünk ilyenkor a felnövekvő nemzedékben, akikben benne van a nagybetűs lélek. A nagybetűs, akit csak Isten akar. Őrizzétek ezt a lelket magatokban, szeretett kis testvérek. Legyetek jó sáfárok, és mi mindannyian legyünk jó, és még jobb sáfárai az Úristennek. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesen bizonyuljon. Mondja igény. Ebben a két versben elmondja Isten, hogy mi a sáfárság alapja aztán, hogy mi a követelmény, és végül milyen haszna van annak, ha valaki így él. A sáfár szó a Biblia eredeti nyelvén sokkal többet kifejez, mint a mi magyar fordításunkban. Olyan szolgát jelent, akit az ura állított be a maga házába vagy birtokára, és megbízta azzal, hogy a vagyonának egy bizonyos része fele örködjön. Az gondozza és kezelje. A sáfár tehát nem házi úr, hanem házi szolga, aki az ura tulajdonát képező vagyontárgyakkal, javakkal gazdálkodik. Nagyban és bibliásan gondolkodva azt jelenti a sáfárság, hogy minden dolog ezen a világon, minden anyagi és szellemi vagyontár közvetlenül és kizárólag Isten tulajdona. Az ő tulajdona az idő, a nemzet, a család, az ő vagyona az én pénzem, az én házam, a testem, a lelkem, a szabadidőm, az ügyességem, a testi vagy szellemi képességem, az ő tulajdona a gyermekem vagy a hitves társam. Vagyis olyan az életünk, mint egy nagy háztartás, mint egy nagy ház. Az egyik szobában az egyéni életed csendes perceit töltöd. A másik szobában a családi életed zajlik. A harmadik szoba azt a munkateret jelenti, amit kifelé a világ felé hivatalos munkát végzel. De ebben a nagy háztartásban, amely az életedet jelenti, egyetlen butordalat sem a tiéd. Az egyes szobák, amelynek falai között az életed lefolyik, nem egy örök lakás egyes helységei. A háznak nem te vagy a tulajdona. A házi úr Isten,
jólétében úgy viselkedik, mintha ő a háznál. Mennél több java fölött bízta meg gondviseléssel az Úr a szolgát, minél nagyobb vagyonba ültette bele, mint felvigyázót és kezelőt, annál nagyobb a kísértése, az elgondolottsága. Szeretett testvéreim, mi az életünk javai fölött való gazdálkodásban nagyon sokszor inkább házi úrnak érezzük magunkat. Milyen önhitté tud tenni valakit a tehetsége? Milyen felfogalkodottá tud válni valaki, mikor művészi hajlamot ismer fel magában? Mennyi dicsőséget és elismerést vár zsebre az ember olyan természetesen magától értetődve, mintha az valóban őt illetné és nem az Isten, akitől megbizatásként kapta a képességeit. Milyen hidegé és kegyetlenné tud tenni valakit a vagyona, hogy elviszi az ember, hogy joga van a pénzével és az idejével úgy gazdálkodni, ahogyan akar. Sőt, még az Istennel is hajlandó az ember perbeszállni olykor, amikor az Isten elvesz tőlünk valakit vagy valamit, akit vagy amit annyira magunkénak tartottunk, hogy véleményünk szerint neki nem lehetett volna hozzá semmi közel. Hogy mennyire nem él bennünk a sáfárságnak a tudat, abból is látszik, hogy még amikor adunk is valamit az Istennek, az időnket, a szolgálatunkat, a pénzünket, úgy érezzük, hogy valami nagy jótételét gyakoroltunk. Úgy adjuk azt oda, mint valami áldozatot. Miközben a sáfár tudja, hogy Istennek megvan arra a joga, hogy bármit tegyen tőle. Hiszen minden, amilyen van, csak ideiglenesen van nála. A gyümölcs, a nyereség, a tulajdoni jog, az ott van Istennél. Sáfárságunk alapja tehát ez. Mindenünk, ami van, Istennél. És ezt, ha elismerjük, akkor nem kegyet gyakorlunk az Úr felé. Ez a kötelességünk, hogy belássuk. Úgy fejezi ki a sáfárral szembeni követelményt a Szentírás, mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. A sáfárság ugyanis bizalmi állás. Gondoljunk bele, nem szívesen fogadnánk be valakit a házunkba, vagy akárkit. Nem szívesen hagynánk ott valakit akár éveken keresztül az értékes holmiaink között. Nem szívesen bíznánk már az érték papírjaink, a rejtő fiók kulcsát akárkire. Nemhogy arra, hogy gazdálkodjon azokkal. Ha ilyen állásra keresnénk valakit, akkor igen hosszan is adnánk, hogy milyen ember az. Isten azonban előre megbízik valamennyiünkben. Minden emberre rád is rábíz egy vagy több darabot örökké való drága értékei közül. Valakinek művészi tehetséget ad. Valakinek a beszéd, a rábeszélés drága adományát. A harmadiknak sok szabad időt. Valakire hatalmas összegeket bíz. És senkinél nem tudakolja elő, hogy megérdemli-e ezeket az értékeket. Isten megelőlegezte neked a bizalmát. Nagy isteni háztartásában fölfogadott sáfárként aztán magadra hagyott egy időre, és engedi, hogy sáfárkodj a rábízottakkal. Vagyis szeretett testvéreim, mindannyian Istennek a sáfárai, bizalmi emberei vagyunk. Mindenről számot kell majd adjunk, hogy milyen hűséggel sáfárkodtunk, az bizony feltűnik, hogyha Jézus átszámolná. Mi lenne, hogyha most azonnal belenézne Jézus abba az elképzelésbe,
a tiédbe. Mit mondana, ha számon kérné ebben a pillanatban, mondjuk a szavaidat, a két kezed munkáját, ha számon kérné rajtad a napnak 24 óráját? Nem a robotot, abban sok ember nagyon jó, folyamatosan menni, robotolni, hétközben, hétvégén, vasárnap, munkahelyen otthon, belefásul, belefárad, de válaszolni tovább. Azzal is el kell számolni, hogy jó helyen vagy-e, az erőddel jól gazdálkodsz-e, meg tudsz-e állni, hogy feltöltek ez az Isten előtt. Milyen áldott ritmus, amit Isten adott nekünk a 10 parancsolatban. 6 napon át dolgozzál, a 7-en pedig pihenj meg, szenteld azt az Úrnak. Úgy szeretem, amikor megkérdezem a gyerekeket a hittanórán, szerintetek mit jelent az, hogy a vasárnapot Istennek kell szentelni? És nagyon jól tudják, templomba kell menni. Ez a minimum. Meghallgatni, hogy mit akar mondani az Isten. Előbb térni a munkához, bölcsességet a sáfársághoz. Szeretett testvérem, azt is megkérdezi az Isten, hogyan gazdálkozál a lelkeddel. Milyen egyszerű a követelmény a sáfárral szemben. Mindössze ennyi hűnek találhasson. Jó Sándor olyan szépen leírja, a hű sáfárkodás nem a hibátlanságot és a tökéletességet jelenti. Hiszen amire az ember ráteszi a kezét, hogy bizonyára hibát is lehet találni. Csak azt követel hibákat, aki valamit tesz is. Aki nem tesz semmit, az nem is hibázik. A sáfárkodás azt jelenti, légy hű ott, ahová állítottál. Sáfárkodj teljes erődből azzal, amit kaptál. Tedd azt, amit tudsz, de az teljes szívvel és lélekkel. De azt is jelenti a hűség, hogy ne tégy semmit erődöd felül. Aki az elején felül vállal munkát, az hűtlen sáfár, mert visszaért azzal az erővel, túl terhelte azt az erőt, amely nem az övé, ami csak rábizatott. A testi vagy lelki összerobbanás vagy idegkimerültség rendszerint az ilyen hűtlen sáfárságnak az eredménye szokott lenni. De hát sáfár testvérei, van még idő a végső nagy számításig, hiszen itt vagyunk. Még igyekezhetünk, még újra gondolhatjuk, hogy mindannyian dühöknek találkozunk majd, amikor számon kérik rajtunk, milyen sáfárok voltunk. Onnan is fel lehet ismerni, hogy valaki jó sáfár, hogy másoknak is haszna van az ő életéből. Azt mondja az ige, amilyen lelkeket kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Az a szolgálat, amit sáfárságodnak a tudatában, mint Istennek a sáfára végzel a világban, emberi viszonylatokban is, szociális szempontból is a legtökéletesebb szolgálat. Drága munkatársaim, megélik ezeket szó szerint a mindennapokban. Hiszen nem lehet ilyen hűséges itt nélkül, elesett családokról, tengődő gyermekekről, kiszolgáltatott idős emberekről gondoskodni, csak hűséges sáfárkodással. Csak ilyen szemlélettel. Istennek adunk érte hálásat. Mert az ő kegyelmi ajándékai el is rejtheti az ember, elláshatja, mint a talentumok példázatában az egyik. Ma is vannak ilyen terméketlen jó lelkek, hogy nem lehet rájuk mondani semmi rosszat, csak az a baj, hogy jót sem.
emberek lelkeményét elásva, elrejtve. A sávvásár nem egyszerűen azt jelenti, hogy megőrzöm, hanem azt, hogy kezelem a rábízott javakat, forgatom azokat, hasznosítom. Istennek a kegyelmi ajándékát kezelheti és forgathatja valaki úgy is, hogy csak az önmaga hasznát keresi. Ezért is jó megállni egy-egy ilyen ünnepélyes pillanatra, és elején között meglátni az áldozatos életű embereket, a jó sávfárokat, újra mondom, nem a tökéleteseket, de a hűségeseket. És újra mondom azt is, még itt vagyunk. Ebben a pillanatban még nincs számonkérés. Átgondolhatjuk az Úr előtt, milyen sávfárok is vagyunk mi. Adjon nyitott szívet és lelket ehhez nekünk. Testvéreim, Isten sokféle kegyelmének sávfárai jertek, sávfárkodjunk mennyei gazdák dicsőségére. Amen. Feleljük Isten megszólító szavára 824. énekkel, annak az első versével. Szólj hozzám, Uram! Kérjük, hogy könyörülj rajtunk.
mutasd meg magadat nekünk. Add, hogy ami a keresőkben, a keresők felé a mi dolgunk, azt megtegyük. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, maradj áldásoddal ezen a napon, és a következő hétköznapokon is. Maradj velünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon neked békességet. Amen. A gyülekezet fogadja el tegyük. Hirdetem, hogy a rákövetkező héten csütörtökön, október 31-én reformációi istentiszteletet tartunk itt a templomban, 5 órától, szeretettel hívogatok erre az alkalomra. Azért 5 órától, hogy akinek munkahelye van, munkaidő után el tudod jönni. Mert csak a jövő héten csak a gyermekeink lesznek szabadok, az általános iskolások, de nekünk kell dolgozni kell, de megünnepeljük, szeretettel hívogatok erre az alkalomra. Jövő vasárnap gyászoló istentisztelete lesz, szeretettel hívogatok erre az alkalomra, legyünk, keressük Isten vigasztalását, az ő válaszait, a mi nagy kérdéseinkre, élet és halál dolgában. Istennek van válasza, meg tud minket vigasztalni, meg tud erősíteni. Szeretettel hívogatok jövő vasárnap 10 órától gyászoló istentiszteletére. Most pedig a Bocskai Hajdúi díjak átadása következik. Zsófi nénivel együtt fogjuk átadni. Nem még jó, csak nem a gyerekeknek az iskolában. Én sem vagyok még. Nem osztályos szerint van, mert ez összekeverik, de az... Van, aki megbetegedett, jelezték sajnos, Pankotai Anna, Maros Krisztina, nem tudom, Zsófi, én Krisztinát tudok tanítani, ugye? Így van. Varga Miklós Bence, számítjuk rá ezután is. Nagy Szilárd. Nem láttam az osztottól. Boa.
Kertész benne kukusz? Nem. Ajdú zsombor. Fótos Ádám Mihály. És ti is azzal, amit kaptatok, jól kezdtek el gazdálkodni, valamit ez így
hogy egy kicsi kocskai korába tekintsük, egy ének verszakot hallgassunk meg, nem énekelve, hanem van elsőbe, ami kocskai korában az emberek énekelnek. A lakocskai is jelent a hírványon bátva, bizony nem kell neki is megkormálja, csak fényes szabjára lepívja. Diviába. A nagy bocska is győzött, s a fülekivába, míg seregedik a tolozik jalába, a vezér elvaló sátrába, előtte kinyit a kapcsol Diviája. Előtte kinyit a kapcsol Diviája. Ezt szeretném a szeretetre helyezni, hogy imádkozva és dolgozva thank you.
Yes. Lépés in. Tud. Egy. 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 Kettő. Egy. 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 Kettő. Egy. Lépés. Adj! Tisztelt. Leg. Figyelem. Jobbra-balra igaz. Nyugy. Jobbra-balra. Át. Figyelem. Fegyverrel. Tisztelt. Leg.